Váltsunk egy kis stílust. Kezdjünk valami kis latinossal. Kedves Évi, kedves Sajnos, hozzátok beszélnek. Ismét egy mérföldkövhöz érkezett a életetek. Mai nap a ti napotok igazán, hogy ezt úgy tekintsétek, hogy ezt értetek van ez a dolog. Amikor Éva egy barátnőjénél látott társelső applikációt. Azt gondolta, hogy ez nagyon jó pofa és vicces módja az ismerkedésnek, így kipróbálja, hiszen néha a komolytalan dolgokból lesznek a komolyak. Ugyanekkor Roland is regisztrált ebbe az applikációba, de állítása szerint ő csak a működésére volt kíváncsi. Rolandot elvarázsolta Éva már akkor, és a mai napig emlékszik arra, hogy Éva kék farmerben, fehér felsőben és barna csizmában jelent meg aznap a találkozón. Differently, please move.
Kedves, fiatalok, kedves vendégek! Szép Hazánkban az a szokás, hogy az örömapák a vacsora előtt szót kérnek, és jó tanácsokkal látják el az újdonsült házaspárt. Most már igazi család vagytok, mivel két ember egy pár ugyan, de a gyermek születése teszi a két embert igazán családnak. Marcika körülnézett, nagyon ügyesen kiválasztotta, hogy hozzátok szülessen, és ezzel megkicsértette a sorsotokat. Már kicsit sokat kellett várnia, de azért csak idején tűzőben. Azt hiszem, az első akadályokat nagyon jól lettétek. Szóval ötösen vizsgáztatok, és már bizonyítottátok, hogy jó csapat vagytok.